estét kívánok mindenkinek, most saját magamat konferálom fel. Ez egy olyan előadás, aminek nem kellene most elhangoznia, mert semmifajta Kopernikusz évforduló nincs, ami annyira nagyon kerek lenne, csak 540 éves, és az MCA is csak 24 éve alakult újjá, ami ugye nem egy szép, nem kerek szám. Az egész ötlete onnan jött, hogy február 19-ére esett éppen egy keddi előadás nap, és hát ilyen véletlen egybeesés alapján tavaly is csináltunk ilyet, hogy Valentin napon a Valentin Dómról tartott előadást Görgei Zoli, vagy hogyha éppen április 24-ére esik egy előadásunk, vagy egy közgyűlésünk, akkor nem hagyhatjuk ki Kurin Györgyöt, hiszen éppen György nap van, és ő erősen ünnepelte a György napot. Magyarországon szokás a névnapokat megünnepelni, mint tudjuk. Tehát nem kellene most ennek az előadásnak elhangoznia. Viszont pótlékként, kárpótlásként most meg tudunk nézni egy 2 óra 8 perc időtartamú lengyel nyelvű Kopernikusz életrajzi filmet, amennyiben ti is úgy gondoljátok. De azért belenézzünk az elejébe, jó? Sápadt arcokat látok, mindjárt csak. Ugye az igazi évforduló, ennek nem lesz most hangja, de talán nem baj. Az igazi évforduló 1973-ban volt, amikor Kopernikusz 500. születésének a napját, évfordulóját ünnepeltük szerte a világban. Hát most majd 10 év múlva lesz egy 550 éves évforduló. Remélem, hogy azt is méltóképpen meg fogják meg ünnepelni. Hát ez a Lengyelországban ez egy hatalmas nagy ünnep volt. Ebből az alkalommal készült ez a hosszú életrajzi film, aminek szerintem magyar változata nem volt, bár erre nem merem letenni a nagy esküt, és szerintem akkoriban nem is annyit mutatták be a filmszínházakban Magyarországon, de én akkor még csak 15 éves gyerek voltam, figyeltem a Kopernikusz eseményeket, de teljes mértékben azért nem vagyok benne biztos, hogy ez Magyarországon nem lett vetítve. Hát meg lehet talán a YouTube-on. Nem fogjuk végignézni az én kommentárommal, csak az elején lesz egy érdekes jelenet, amit szeretném, hogyha megnéznénk. Milyen címe lehet megtalálni? Kopernik, 1972-es film, mindjárt megnézzük. Visszaugrunk. Kopernik, itt van. Itt láthatjuk Kopernikuszt. Tehát ez egy, nem egy dokumentumfilm, ez egy színész valójában. Gyengébekkel. Értesed róla. És az a csinos színésznő, Anna Schilling. 12 lehet. Kosztüm is a film, de... Tehát hogy kerül most ide ez a csinos fiatal hölgy ebbe a filmbe, ez az egyik nagy rejtély. Tulajdonképpen nem egy nagy rejtély, de talán később évben ki fog derülni. Ez már nem annyira csinos, hogy de látni való az arckifejezéséből, hogy nagyon ellenségesen viselkedik. De most ez nem egy néma film ismertetés lesz, és szerintem haladjunk tovább. Hát csak egy kis illusztráció a Kopernikusz. Világhoz. Jó helyen vagyok? Igen. Tehát ilyen volt a világ. 1500 éven keresztül minimálisan, egészen mondhatjuk azt, hogy Kopernikusznak a fellépéséig. Kopernikusznak a főműve, az alapműve a Revolutionibus 1543-ban jelent meg. A legenda szerint már öntudatlanul a halálos ágyán vehette kézbe, vagy ha egyáltalán kézbe vehette, akkor ez így történhetett, hogy félig meddig öntudatánál lehetett. Tehát mindenképpen
az életének a méltó befejezése volt ennek a műnek a megjelenése. Ez az illusztráció nem 1543-ban született, hanem majdnem 120 évvel később, 1661-ben, ez a Stellarius féle pazar, csodálatos kiállítású égi atlasz, csillagtérképekkel, világmodellekkel ékesített. Ez már a barokk korszaknak egy nagyon szép, sőt, talán a legszebb csillagászati remek műve. És hát mit látunk itt? Mondhatjuk azt, hogy asztropolitikailag korrekten ismerteti, bemutatja a Ptolemaioszi világképet. Ismétlem, hogy 120 évvel Kopernikus halála után. Hát itt van középen a Föld. Nagy szerencsénk, hogy már fel van fedezve Amerika. Azért északi pólus felül nézünk a Földre. És mindenfajta elemek vannak, mindenfajta piszkos, tisztátalan elemek vannak itt ebben a szférában. Ilyen a Hold, Merkur, Vénusz. Nem lehet felismerni, mindenfajta érdekes figurák vannak, ez itt a Nap. Ez pedig itt lent a kaszás, a Szaturnusz. Tehát ez egy eléggé egzotikus világkép, mondhatjuk azt, hogy milyen jó, hogy nem így néz ki a világ valójában. Mondhatjuk, hogy eléggé sötét képet fest a világról. De az emberek nagyon jó megvoltak ezzel a földközéppontú világképpel, hiszen mindenki azt látta, hogy körülöttünk forog minden, ergo a világ közepe az a Föld bolygó, ami nem bolyong, mert a Föld az nem bolygó, mert a Föld az a középpontban van. Hát nem mondhatjuk azt ez alapján, hogy olyan elementális, elsöprő erővel támadott volna le mindenkit a heliocentrikus világkép, és eltűnt volna abban a pillanatban, hogy megjelent a revolúciónak, az egyébként egy eléggé nagy hatású kötet volt ez Kopernikusztól, hogyha még 120 éve később is ilyen ábrázolás teljesen közkézen foroghatott. Aztán persze ugyanebben megvolt a Tihóféle világkép is, és persze a Kopernikuszi világkép is nagyon szépen megvan. Ezeket a figurákat jó lenne azonosítani a jegyeik alapján. Most nem volt nekem időm olyan nagyon alaposan utána nézni ennek, hogy pontosan kik szerepelnek rajta, mert éppen pályázati, meg elszámolási, meg szerkesztési, meg egyéb gondjaim vannak, de hát nyilván valamikük Ptolemaiosz lesz a baloldali? Őt szavazzuk meg Ptolemaiosznak? És gömb alakú a Föld. Ami egyébként nem volt egy nagy ütös. Igen. Na de a következő képen lenne már nagyon szépen felfedezhetjük Kopernikuszt, aki az előző filmbejátszásban már szerepelt egyszer. És ez ugye mennyivel szellősebb ez az ábrázolás, hogy nem mindenfajta kocsikat hajtanak a bolygók, és egy darab ló vonja az égi szekereket, hanem egy sokkal tisztább, világosabb képet láthatunk, hiszen középen van a Nap. Aztán utána, hogy ezt azóta is tudjuk szépen kifelé a bolygók, egészen az addig ismert legkülső bolygók a Szaturnuszig bezárólag. És milyen érdekes ez a Einstein keresztre emlékeztető alakzat, hát ez a Jupiter és a négy holdja, ami hát akkor még egy viszonylag új felfedezés volt, alig 50 éve. Hát akkoriban azért lassabban zajlottak az események. Ez a bácsi, ez pedig szerintem Aristarchosz lehet itt lent, akire Kopernikusz hivatkozik is, mint előképére. Nem sok heliocentrikus előképe volt egyébként nem is a kortársak, hanem az közvetlen előzmények közé soroltam még Cusanust, aki inkább filozófiai megfontolásokból feszegette a heliocentrikus világképnek a helyén valóságát. De hát ugye ezek csak ilyen elmélkedések, hipotézisek voltak, ezt ki is kellett számolni, ezt meg is kellett alapozni, mert hát a földközéppontú világkép, a Ptolemaiosi világkép az nagyon szépen meg volt alapozva matematikailag, látszólag jól működött, bizonyos megszorításokkal, megalkovásokkal, szépen csikorgás nélkül forgott a világ kereke. Borzasztó érdekes az ábrázolás is, mert mint egy kis szférákat rajzolt volna a művész a bolygók köré. De ennek nyilván megvan a maga jelképi háttere.
Hát ilyen kis praktikusan működő rendszer volt a Ptolemaiosz rendszer. Ugye a föld középpont, föld van a közepén a eseményeknek. Valamilyen bolygó, egy külső bolygó kering körülöttünk, de nem ám csak úgy egyszerűen. Van egy kis köröcske, szépen rajta körbe megy, és így lehetett elképzelni azt, hogy a bolygók hurokmozgást is képesek produkálni az égbolton. Hát egy teljesen életszerű dolog, tehát a semmi körül kering, még egy kis alkört tesz meg a bolygó szívességből valószínűleg, mert nekünk így kényelmesebb. Aztán még egy rémesebb. Tehát itt ugye azt mutatja az ábra, hogy valójában nem is a föld körül, tehát az elmélet szerint nem is a föld körül keringtek ezek az égitestek, hanem az ekvánst is bevonták a meccsbe. Mégpedig azért, mert nem, a valóságban nem pontosan körpályán keringenek a bolygók, ezt ők nem tudták az eleink. Ők úgy gondolták, hogy minden, ami a hold pályáján túl van, az tökéletes, tiszta, makulátlan, vagy a kör, mint legtökéletesebb, vagy pedig a gömb, mint szintén, és persze makulátlan gömbként fordul elő. Ezért aztán különösebben nem is foglalkoztak, hogy a holdnak az arcolata például annyira nem makulátlan. Lehetséges, hogy a földnek a tengerét és a kontinensét tükrözi vissza. Makulátlan, az csak egy tükör. Később aztán, amikor a napfoltokkal kapcsolatban ismét felmerült ez a makulátlanság kérdése, hát aztán volt egy kis nézeteltérés a makulák és a makulátlanok között, de ez már az 1600-as évekre vonatkozik. De nem tudom, nagyon sokáig nem tűnt fel az embernek, hogy ez valójában egy borzasztóan hajánál fogva elő rángatott mechanizmus, ami hát abszolút képtelenség, hogy így működjön, de így utalag visszanézve persze könnyű lenézni ezeket a akkori elveket. Na most persze nem volt elég ez a kis mechanizmus, volt még, hogy plusz köröcskéket, plusz kis köröket iktattak be, hogy még hogy pontosabban lehessen a bolygóknak a mozgását leírni, de hát ez többé, kevésbé ilyen nehézkes mechanizmusokkal sikerült is. Tehát az akkori észlési pontoság az néhány perc volt, hogyha sok-sok év század alatt mondjuk egy-két fokkal odébb mutatkozott az égbolton a Mars, hát Istenem, hát akkor korrigálunk egyet. Tehát annyira nem voltak ezek nagy problémák. Egészen Kopernikusz fellépéséig nagyon-nagyon kevés pontos pozíció észlelés volt. Mikor elkezdte az Evocinibuszt, ő legalábbis hát a főművével foglalkozni, akkor nagyon kevés, valójában nagyon kevés publikált észlelésre tudott támaszkodni. Ő maga még nagyon kevés észlelést végzett, mint tudjuk. Ugye lábjegyzetben szokták emlegetni, hogy és a nagy Kopernikusznak még a, úgy kellett meghalni, még a Merkurt állítólag nem is volt szerencséje megfigyelni. Ami szerintem nem igaz, de nem voltunk ott. Aki járt már a Facebookon, az láthatta, hogy az esemény meghívó képe az az a kompozíció. Hát a Kopernikusz persze nem saját magát kívánta a világ középpontjába állítani, de az égi pályáknak a különféle forgásai, azok benne vannak a főművénekesi címében. Hát ő azért a Neptunuszra még nem gondolt, meg az Uranuszra sem, de hát a mai művész odaálmodta ezt a két bolygót is, és talán még a Plutó is még szépen szolidan ott kint kering Kopernikusz körül. Itt a tiszta és az eredeti portré, ez Torunyban található Kopernikusz szülő városában, a városházán helyezték el, és maga ez a portré érdekes módon több évtizeddel Kopernikusz halála után készült. Ilyenkor az ember felteszi persze, hogy ez mennyire hiteles lehet ez az ábrázolás, mert amit látunk Kopernikuszról, az mindenütt ez a fajta ábrázolás köszön vissza, többé-kevésbé jó megoldásokban. Hát a rekonstrukciók szerint, mert hogy 2005-ben megtalálták Kopernikusz csontjait és koponyáját, az idős Kopernikusz, a 70 éves Kopernikusz így nézhetett ki. És ha
Most visszaugrunk az előző képre, ami nyilván egy fiatal embert ábrázol, azért meglepő hasonlóság. Tehát így még, ha úgy tetszik, még Szálhegyomány útján is egész jól dolgozott a mester. És ilyen az idős Kopernikusz. Ez nagy szenzáció volt annak idén, amikor ugye publikálták ezt a vizsgálati eredményt, és a lengyeleknek természetesen ez egy nagyon fontos lelet volt, de kicsit azért olyan kísérteties így szembesülni egy ilyen rekonstruált Kopernikusszal, de hát ezért szép a tudomány. Kopernikusz egy gazdag családba született, a Kopper, mint szó, az a részre utal az ő nevében, és a részkereskedő volt a papa, és hát mindenfajta más kereskedelemmel is foglalkozott. Torony az akkoriban egy nagyon gazdag, nagyon tehetős város volt, egy hanzaváros. Érdekes mondat, 300-400 kilométer a tengertől még hanzavárost találunk, ez egy nagyon érdekes dolog. Hát a Visztula partján fekszik, a Visztula az egy széles, kiszélesedő, de lomha, lassú folyású folyó, tehát nyugodtan lehetett akár tengerhajókkal is közlekedni fel egészen a kereskedővárosig. Valahol azt olvastam, hogy 20 ezer főnyi volt a lakosság a Torunynak 1573-ban, ugyanakkor Budán pedig 10 000-en laktak. Egy másik forrásban meg ezt olvastam. Hát egy eléggé pesgő élet lehetett Torunyban. Most ismét visszaugrunk 1973-ban. Az valóban egy érdekes év volt, mert volt egy nagyon hosszú időtartamú napfogyatkozás is, több mint 7 percig tartott. Talán emiatt lehet látni a háttérben a napot is. Akkor volt egy Kopernikuszról elnevezett csillagászati műhold is. Itt most éppen a kubai Kopernikuszt láthatjuk. Itt pedig egy kakukktojás. 1943-ban is volt egy évforduló, csak hát akkor Lengyelország éppen történetének a sok kellemetlen időszaka közül az egyik legutóbbi legkellemetlenebbet élte át, akkor éppen megszállás alatt voltak. Német megszállás alatt. Ismét 73-ban, azt hiszem ezt hívják első napi bélyegzésnek. Vannak akik, a Kopernikusz év volt, Libériában is megemlékeztek túl. Hát ugye ilyenkor, amikor ilyen jeles évek vannak, jeles évfordulók vannak, akkor a világnak a nagy, tehát a világon a posta szövetség, nem tudom pontosan, hogy hívják, akkor ilyen tematikus témákat kiadnak az egyes postáknak, és elkészítik a maguk országának a vonatkozó bélyegét. Hát ez legutóbb a csillagászat évében valósult meg, amikor az európai országok készítették el a maguk csillagászat éve bélyegeit, és nagyon érdekes összeállítás volt. És akkor abban az évben a magyar bélyeg volt az első helyezett, nem először. Hát itt éppen a illusztrációként az égvilágon semmi köze nem volt Kopernikusznak. A Apollo és a Skylab űrállomás közös projektjéhez. De hát éppen 73-ban kezdődött az első igazi nagy amerikai űrállomásnak a kutatóprogramja. Ez egyébként tényleg egy nagy térfogatú egység volt. Tessék? Úgy is olyan lesz a családnak. Igen, végül is. 73-ban jelent meg a minikönyv. A minikönyv, igen. Már bemutattuk itt a minikönyvet, ilyen ekkora hasonló más kijelenés. Ezt véletlenül találtam rá, hogy itt volt 93-ban, 1993-ban is volt egy ilyen magyarországi Kopernikusz bélyeg. Érdekes. Ez itt nem tudom, mi lehet ez az űreszköz, de ilyen mesebeli dolog. Ilyet nem igen gyártottak. Kicsit hasonló. Nélek az ágyúgójója? Hát, nem tudom, hát Vínjától nem tudom, mit vár az ember, nagyon sokat szerintem. Messze vannak ők Lengyelországtól. Vatikán is megemlékezett rá. Hát ugye a Vatikán
Róla mindig csúnyákat szokás mondani, mert mégiscsak indexet tették azt a Kopernikus művet pár, hát nem tudom hány évig volt, 250 évig volt indexen? De csak 1616-ban jutott eszük, hogy indexre kéne tenni, 80 évig teljesen vidáman nem volt indexen ez a mű. Ugye amikor változott a politikai széljárás, akkor lett egyből veszélyes könyv, bármennyire veszélyes könyv a Kopernikusnak a műve. És a Magyar Posta sem maradt ki. Ez itt Torunynak a városképe, itt lent, a szűrőváros. De még a Mongol Posta is megemlékezett. Érdekes módon Kopernikus szó. Ez a híres Matejko, Jan Matejko féle kép, ami a 19. század második felében született, és hát a kornak a historizáló modorában készült. És akkor maga a mű, ez egy... Én nem olvastam, csak a Aurea által előszóval ellátott verzió van nekem meg ebből, ugyanis 1973-ban a Magyar Könyvkiadás egy minikönyv, hasonlás, hát kicsinyített minikönyvben jelentette meg a Revolucionibus, hát gyakorlatilag olvashatatlanra kicsinyített betűkkel. Ez egy érdekes és nehezen olvasható mű a kritikusok szerint. Mégis nagyon sokat forgatták a kortársak. Egy amerikai csillagászat történész vette a fáradtságot, és 30 év munka árán az összes létező és még fellelhető revolucionibus példányt felkereste, meglátogatta a könyvtárba, elzarándokolt és kézbe vette, megvizsgálta. Azt tapasztalta, hogy ezek a példányok tele vannak jegyzetekkel. Kritikus és egyetértő jegyzetekkel is, és hát ezzel a Biblia után ez a leginkább, hát ezek a kiadások voltak a leginkább alaposan vizsgált példányok. Ugye ez azért érdekes, mert a csillagászat történeti írásban elterjedt az a vélekedés, hogy ezt a kötetet nem nagyon használták, nagyon forgatták a kortársak, ezért nem is volt elementáris és átütő erejű hatása. Mi több, a gyakran idézett életrajzírója Arthur Koestler azt is, még fejezetcímként is azt a címet adta, hogy a könyv, amit sohasem olvastak, vagy amit senki sem olvasott. Hát tulajdonképpen ez ebben a formában egyáltalán nem igaz. A magyarországi Kopernikus példányokat is, Mingerics példáján felpuzdulva a magyar szakemberek is felderítették, kézbe vették. Ha jól emlékszem, ezzel a témával Farkas Gábor foglalkozott és Zsoldos Endre, és 15 vagy 18 példányt derítettek fel, amelyeknek egy része még mindig megvan, és tulajdonképpen hasonló következtetésre jutottak, mint Gingerics. Itt a bázeli kiadásnak láthatjuk a címlapját, mert 1543 után 1566-ban is kiadták. Ez pedig a legelső kiadás, 1543-as kiadásnak a címlapja. Farkas Gábortól kaptam ezt a reprodukciót, és hát itt a leghíresebb oldal, amit aztán gyakran láthatunk, visszaköszön a heliocentrikus világkép sematikus egyszerűsített ábrázolása. A csillagászat évében, bár akkor ugye Galilei tevékenysége volt a fő évfordulós dolog, de azért Kopernikuszra is oda-oda figyeltek. Itt például a Kalocsai könyvtárban, az érseki könyvtárban szerveztek egy nagyon jó csillagászati régiség könyvkiállítást. Itt egy kinyitott oldal pár az ő náluk őrzött revolucionibus példányból. Volt szó Torunyról, erről a szép hanzavárosról. A Kopernikus szülőház, inkább mondjuk Kopernikus ház, ma is látogatható. Nagyon szép, alapos kiállítás van berendezve benne. Ez tulajdonképpen két egymás melletti ház, csak egy középkori kis szűk házakat összenyitották manapság. Hát egy nagyon komoly múzeumban érdemes ellátogatni ide.
azért, tehát ez nem a szülőháza, ez valamikor a Kopernikus családnak bizonyítottan a tulajdonában állt. Volt egy másik ház, amit szülőháznak tarthattak, de azt az idők során lebontották. Mindenesetre most ez az zarándokhely a Kopernikus iránt érdeklődők számára. Mégpedig egy nagyon látogató zarándokhely. A fiatal Kopernikus hamar elkerült Torinból, és 10 vagy 12 évet töltött egyetemi tanulmányokkal. Az első állomáshely az Krakkó volt, ami akkoriban az ő idejében az egyik legszínvonalasabb, legnívósabb európai egyetemi város volt, és a csillagászat oktatása volt nagyon magas színvonalú többek között ott. Hát meg persze a okosasszony bolond lányát, az asztrológiát is tanították, de akkoriban ez még nem vált úgy szét, mint manapság. Ezt követően itáliai egyetemeket látogatott Kopernikus, volt Bolognában, Pádovában. Ez itt a Pádovai Egyetemen található Kopernikus szobor. Lehet látni itt a kezében a kis naprendszer modell. És azt is, ugye egy igazi jó latinos nagyon szépen ki tudja olvasni azt, hogy 1501 és 1503, én nem vagyok az, három között itt tanult medicínát egyebek mellett, hát orvoslást. Egy másik emléktábla a Pádovának a rivális egyetemi ellenlábasában, a Bolognában látható. Hát itt ellenlábas, ez az ellenlábas tele van lábasházakkal. Fantasztikus, hogy milyen sok ilyen árkádos megoldás van Bolognában. Nagyon sok-sok kilométert lehet úgy gyalogolni, hogy az embernek nincsen szüksége eselgyőnre, mint például ezen a képen. Kánonnél ott tanult, és végül visszatért 30 évesen Lengyelországba, ahol kanonokként, nem felszeltent papként, lényegében egy ügyintéző, a hivatalnoki szerepkört töltött be, és aztán csillagászati is még mélyebben, már csak az utolsó 10 évében visszavonulva ebbe a toronyba tudott foglalkozni. Fromborgban töltötte idős éveit. Ez a híres Kopernikus torony ma is megtekinthető, látogatható. A csúcsán mi más látható, mint a nap és a körülötte keringő földnek a jelképe. Hatalmas, szép kiállítás tekinthető még itt Fromborgban, ami fent van egészen a Balti-tenger közelében, a Vistula-öböl partján. A Kopernikus csontokat 2010-ben ünnepélyes körülmények között eltemették, újra temették, és a Fromborgi Székesegyházban készült ez a nagyon szép, méltóságteljes emlékmű Kopernikusról. Magát a koporsót pedig ezen a kis üvegablakon keresztül lehet megtekinteni, ugye a padlószint alatt helyezték el. Azért 2010-ben nem volt semmilyen különösebb Kopernikus évforduló, viszont abban az évben volt Fromborg 700 éves, és hát a kis városkának nagy fia, illetve hát nagy polgára pedig megérdemelte ezt a tisztességet, hogy oda eltemessék. Kopernikus él, azt nem mondom, hogy élni fog, de mert elég rossz párhuzamok jönnek ki akkor, de minden esetre él. Olyannyira él, hogy nemrégiben nyitottak meg 2010-ben szintén Varsóban egy Kopernikus központot, ami tulajdonképpen egy gigantikus méretű csodák palotája, csak nem olyan mostva sorssal, mint a mi csodák palotánk. És ennek az egyik építménye egy nagy Kopernikus planetárium, ami itt ebben a rejtélyes, vöröses színű modern épületben rejtőzik. Ezzel az ábrázolással gyakran találkozhatunk, hallatlanul romantikus, és éppen mintha megvilágosodna, Kopernikus már elkészült a nagymű, mégiscsak a nap van a középpontban. Hát Jan Matejko azt az egészen szerény címet adta ennek az alkotásnak, hogy Kopernikus beszélgetése Istennel, hiszen a sugallatot, a bölcsességet azt tőle kellett, hogy kapja. Hát itt Fromborgban észtel ténykedik a csillagász, trikvétum,
nevű szögmérő műszernek a részletét láthatjuk. Ez egy jó nagy méretű fából készült alkotás, amit ő szabad szemes szögmérése használt. Valóban használt Kopernikusz, hiszen ő képzett csillagász volt. Az emlékek között lehet ezt a monolitszerű Kopernikusz ábrázolást, Kopernikusz szoblot látni. Ez egy hatalmas méretű alkotás, Fromborgban található. 73-an vatták fel. Ez a Katowice planetárium melletti Kopernikusz szobor, az egy éjszakai felvétel. Én szerintem ez a planetárium valamikor az 50-es években épülhetett, de borzasztó érdekes, ilyen UFO-szerű megjelenésű épület. Szóval mindenképpen egy érdekes maga az építmény is. Sajnos itt nem volt szerencsém járni. Hát aztán se száma nincs a lengyelországi Kopernikusz szobroknak, tehát iszonyatosan ápolják az emlékét ennek a tudósoknak. Hát aztán időnként ilyen félresikerült alkotások is becsúsznak a képbe, mert hát nem tudom, mit gondolta az alkotó, amikor ezt a Kopernikusz művet megcsinálta. Ugye nyilván nem volt elég bronz, és akkor csak ilyen, nem is mell, hanem derék szobor lett belőle. És hát kicsit lerog neki ott a földgömbje, vagy az éggömbje. Aztán ugye beszélgettünk itt az előadás előtt Aurélval, szó volt róla, hogy volt-e Magyarországon szoborovatás 73-ban, hát nem volt. Jóval később, nem jóval később, de 77-ben viszont volt. Hát ez nem egy nagy méretű alkotás. Varga Imrének a műve és a siófoki könyvtárban található. Interneten találtam a képet. A Varga Imrét azt ugye ismerjük, hogy ő miket alkotott. Többek között politikai megrendelésre is, de jó szobrokat csinált ő. Azért az ember ugye elmenne Kumbélával egy kicsit forradalmat csinálni, hogyha meglátja azt a Kumbélás szoborcsoportot. Tehát jó kezű mester ő. Egyébként Óbudán a esernyős szoborcsoportot is ő csinálta a főtéren. Hát aztán szintén, ez egy magyar alkotás, ez egy 60 cm-es kis, tulajdonképpen egy kis plasztika, és rendes szobor közötti állapot, és jól látjuk, az ott egy távcső Kopernikusz kezében. 1982-ben készült, nem tudom, hogy fel van-e állítva valami nyilvános helyen, de szerintem ez egyébként. Maga a szobor jó szerintem, csak hát a távcső az olyan, nem tudom, mit keres a bácsi kezében. Ez egy híres szobor, a torunyi óvárosnak a közepén található. Egyik kezében a gömb, a másik kezével pedig mutat fölfelé, hogy gyerekek, ez odafönt, ez így működik, mint a kezemben. Hát minden szobor mókás lesz, hogyha behavazik. De ezt a szobrot a helyi fiatalság szisztematikusan felöltözteti valamilyen aktuális szerkóba. Ez itt egy helyi lengyel sörmárkának a reklámozása. Hát kicsit ugye ilyen nagyméretű a szobor, hát kicsit kihízta talán, de a tavalyi őszi előadásomon is mutattam egy-két érdekességet, amikor a lengyel foci válogatott jelmezét húzták rá a helyi fiatalok. És hát ebből nem is történik olyan nagyon nagy probléma, mert ez is Kopernikusznak az elevenségét, a kopernikuszi, mint mondhatjuk, majdnem azt mondhatjuk, hogy mint sztárnak a jelen valóságát erősíti meg. Ez a varsói szobor tövében egy áll Kopernikusz. Hát időnként beöltöznek a lengyelek, és Kopernikuszként népszerűsítik a csillagászatot. Így volt ez például a Vénusz átvonulás évében 2004-ben is, amikor Torunyban beöltöztek abban a jó meleg, a dög melegben ilyen jó Kopernikusz parókába, meg Kopernikusz szerelésbe, és akkor az utca népét egy Kopernikusz invitálta a távcsőhöz, hogy tessék megnézni a Vénusz átvonulást, amihez Kopernikusznak semmi köze nem volt, mert jóval később jött csak be a képbe a Kopernikusz, illetve a Vénusz átvonulás, mint alapvetően fontos észlelendő jelenség. Kicsit közelebb vagyunk már, hát a gyerekek csoportképet alkotnak Kopernikusz bácsival az Ógyalai Csillagvizsgáló Parkjában. Kopernikusz nyilvánvalóan most éppen tekézni készül. Tehát, és hogy kicsit odébb menjünk, akkor nem is tekepálya, de egy jó nagy csak táblát azért lehet találni, ahova lehet állítani a tekebábokat is.
Tehát úgy érzem, hogy ez annyira nem jó sikerült mű. Hát aztán mi is meglovagoltuk ezt a Copernicus vonalat. Ez a grafika az interneten lett találva. Hát itt egy ilyen dákóval rendezgeti a naprendszert, és a Földet éppen a központból készül kipenderíteni Copernicus ezen a képen. Ugye tavalyi Európai Csillagok című sorozatunkat ezzel is népszerűsítettük. Hát talán volt valami szerepe annak, hogy népesebb volt a látogatottsága a sorozatnak. Ezek persze profán dolgoknak tűnnek, de hát ilyen világban élünk. Nem tudom, ki ez a hölgy, de valamiért nagyon szereti Copernicust. Tehát nem egy bravúros Photoshop alkotás, azért azt láthatjuk. És hát a fiatalság még akár ilyen formában is megünnepléssel köszönti Copernicust. Boldog 540. születésnapot, Miklós bácsi! Ugye nem néz felperezni Matejko festményt ebben. Aztán Copernicus még bűvészként is nagyon szépen. Az egy elég jó kis grafika ez. Ez már mondjuk az elképesztő fázisba viszi át a beszélgetést. Macska kedvelők és Copernicus. Szóval lehet azt mondani, mondjuk divatos kifejezése, hogy egyfajta mém lett a Copernicus ábrázolásokkal való játék, és aztán ugye ebben a mai világban 2013, hogy ez baj-e vagy nem baj, kinek okoz lelkitörést, kinek sok ez, ki mondja azt, hogy milyen tök jó poén, hát az már ugye vérmérséklet kérdése, mint hogy azt mondjuk a Copernicus szobrok megítélése is. De hát ugye férfiak vagyunk, sajnos nincsen igazi Copernicus sörünk, de hát ugye van olyan lengyel cég, amik még akár Copernicust még sörmárkaként is el tudja képzelni. Kint a nagy, másik nagy lengyel csillagász, aki 100 éve később élt, Heveriusnak is van sörmárkája, több is. Heveriusról viszont azt kell tudni, hogy ő valóban egy aktív sörfőző volt, és abból részben abból szedte a vagyonát össze, Gdanskban, Danzigban. Tehát nem akkora tragédia ez, az a tragédia, hogy most nincs ebből igazi példány itt nálunk. Ez az olsztini Copernicus szobor, Olsztinban is ő aktív volt Copernicus, olyannyira, hogy időnként még a vár védelmével is megbízták. Ugye ostromlás volt a német lovagrenddel, mentek akkor a nagy harcok, és egy darabig szervezte a vár védelmét, és a vár kapujától nem messze ezt a igen, erősen kopott órú Copernicus szobrot láthatjuk. Mondjuk ez az, amire én azt mondom, hogy ilyeneket nem kéne csinálni, mert ez a fajta utcai szobrázkodás, amikor mindenféle aranyos szobrokat kiteszünk, mondjuk Puskás Ucsinek a szobrát, amit éppen dekázgat, tehát egy soha nem megvalósuló dekázást csinál most itt az Óbudai promenádon. Ezek az én számomra egyértelműen vagy a szociál, vagy pedig a gics kategóriájába esnek. Hát nekem ez sok. Tehát Copernicusból lehet csinálni maskos simogató Copernicus, de ilyen ortúró gyereket azért nem. Ezt egy grafikus készítette 1973-ban. Jó, nekem tetszik. És aztán még lehetne tovább fokozni a Copernicus elmélet. Ezek alapján az ember abszolút meg van győzve, igen, ilyen a heliocentrikus világkép, nem is lehet máshogy. Ugye, Ptolemaiosz sört például nem gyártanak. Most 1989. február 19-én volt egy nevezetes dolog, nem véletlenül ezen a napon, Copernicus születésnapján, most nem számolom ki, hogy hirtelen hányadik volt, de abszolút nem kerek szám, alakult újjá a Magyar Csillagászati Egyesület 40 évi szünet után. Ez a Bemrakpart 6-ban volt, amit annak idején Török Ádám is megénekelt a Mini együttes élén. Ők a Bemrakpart 6-ban volt neki klubjuk. Hát mi a megszentelt falak között jöttünk össze, akkor 120-an, a új alakuló közgyűlésen, és abból 80 emberbe is lépett az MCE-be. Ez itt az 1946-os MCE bélyegző,
az akkori alapszabály szerint készült el, és egy régebbi korabeli iratból sikerült ezt így megszerezni, ezt a lenyomatot. Az eredeti bélyegző nyilvánvalóan eltűnt valahol a megfelelő bugyrokban, mert az MCH-t 3 év után, 49-ben felszámolták. Így Aurélal is nagyon sok estét eltöltöttünk, sokasban, sokan voltunk. Még 88 végén, amikor az új MCH alapszabályát fogalmaztuk meg, és hát a régi alapszabályok, akkori szóhasználat szerint a 47-es alapszabályok voltak az alap, a kiindulási alap, még akár a mai MCH alapszabálynak is, és aztán nem csak az MCH alapszabálynál, hanem szinte az összes Magyarországon létrejött, azóta létrejött Magyarországi Csillagászat Egyesület átvette ezt az alapszabályt. Tehát kicsit időnként komikus, amikor az ember ugyanazokat a szófordulatokat látja viszont, hogy és munkálkodik a csillagászat társadalmi elismertségének fokozásán, és ez érdekes módon nem maradt ki egyik szervezetnek az alapszabályából sem. Azt mondom, hogy használjátok egészséggel, szerintem ez jó így. De ez egy kicsit az emberben mozog valami. Hát ugye a Kulin hagyatékból nagyon sok érdekes anyag került elő. Én sokáig nem is gondoltam, és nem is hittem azt, hogy ilyen sok irat létezik még. Tehát ezek nem lettek megsemmisítve, nem vesztek el. Nem, ezek megvoltak. Ez például a Csillagok Világa című egyesületi folyóiratnak az engedélyokirata. 47 novemberéből. Érdekes dokumentum. Évente 10-szer jelenhet meg 32 oldalon, amit aztán nem sikerült megvalósítani, csak az évi 4-szeri megjelenés. Ez egy érdekes angol nyelvű hirdetés a Csillagok Világából. Hát álljunk több lábon, ez volt Kulin Györgynek is az eszménye. Miért ne adjuk el a Magyarországon készült optikákat, tükröket külföldieknek és jó magyar forintokért? Ugye 46-ban már forint volt, ami azért akkoriban egy 75 forintos tükör azért elég kemény összegnek számít, elég kemény bevétel volt. És hát érdekes, az akkori árfolyam 11 forint 50 fillér volt egy dollár, azóta kicsit ez megváltozott. Sokat romlott a dollár. Ilyen ugye most is foglalkozom ugye könyvelési anyagokkal, az is az én dolgom többek között, a gazdasági ügyek intézése, de hát ez egy számlaköltemény. Globusz Nyomdai Műintézet különféle szolgáltatásokból, és hát érdekes, hogy egy ilyen gépelt számlát akkoriban még el lehetett fogadni, most meg már be kell kapcsolódni az APEC-nek a leskelődő kis csatornájába, akinek van pénztárgépe, a kölcsönös bizalom szellemében nyilvánvalóan. De ez most nincsen beszkennelve, de leteszem a nagy esküt, van egy Elefánt Béla nevű papírkereskedő is, hát szegénynek ez volt a neve, akit ő valamit vett az MCH-je. Egy korabeli levelezőlap, amelyben egy fiatal ember, Hoffmann Istvánnak hív magát, Hoffm Istvánnak rövidítette, tanulóként, hát nem igazán jó szépíró, belépett az MCH-be, és közölte azt, hogy mi minden iránt érdeklődik. Hát a pedagógiai szakosztály iránt érdeklődhetne, mert akkor lehet, hogy helyesírást is tanulna. De érdekes, hogy volt mondjuk állatövőfény szakosztály, így külön, vagy sarkifény. Hát ez egy érdekes telete az elmúlt időszaknak, 8 filléres bélyeggel. Aztán ugye akkoriban nem volt olyan egyszerű a világ, mert nagyon keményen kellett ezeket a szervezeteket bejegyeztetni. Még azt hiszem, hogy még a Szövetségi Ellenőrző Bizottsággal is kellett jóvá hagyatni ezeket a bejegyzéseket. És még olyan kis apróságok, mint egy helyi csoport, egy bátorszéki helyi csoportnak a megalakítása, vagy a törvényes működése még az is problémát okozhatott. Itt ez egy belügyminiszteri, minisztériumi levelezés, amiben megállapítják azt, hogy a bátorszéki helyi csoport vezetősége a demokratikus kívánalmaknak nem megfelelő.
Emögött valószínűleg az lehetett, hogy valakik ott politikai nem voltak korrektek. Vagyis az igazoló bizottság nem igazolta őket, hogy nem csináltak valami biztonságot a háború időszakában. Tehát ez mindenképpen, ez is egy érdekes sztori, és az is érdekes, hogy Kurin György címe akkor még a Szabadsághegyen volt, Konkordi Tege Miklós út 13-17, vagyis ez a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Itt pedig a Kossuth címet láthatjuk. Pár évig az volt a címerünk. Ezúton ragadom meg a figyelmet, hogy az alkalmat arra, hogy 1% iránti könyörgésemet benyújtsam. Nagyon jó sikerű reklámbetét volt, remélem. Sajnos a 89-es alakuló közgyűlésről nem maradtak felvételek, fényképfelvételek, már készültek, de egyelőre még mindig nem sikerült nyomára jutni. Az akkor készült videófelvétel pedig elveszett. Valakinek kölcsön adtam, de nem tudom, ki lehetett az is. Nem adta vissza, hogyha ezúttal egy VHS kazettáról van szó, hogyha valaki esetleg magára ismer, az legyen szíves beszolgáltatni. Addig, amíg még léteznek VHS magnók, mert utána már nem tudjuk digitalizálni. A 89-es évről minden esetre azért egy-két dokumentum megmaradt, két dokumentum is. Ez egy eléggé forrongó időszak volt, el a reménykedéssel, meg hát bizonytalansággal is, inkább bizakodással. A MCI-nek az újjállakulása az az észlelők kemény magjának, legkeményebb magjának volt köszönhető végül is. Változó észlelők, meteor észlelők, zömmel azok, akik a meteor házatáján tömörültek, és hát akkor már elkezdtük szervezni a meteor néven futó észlelő táborokat. Ez a második volt, a 89-es, amin 90 ember vett részt. Hát ugye tavaly 340-en voltunk, és kicsit eltérő volt a műszeredettségünk, meg a korösszetételünk is, mert sajnos a társaság az öregszik. Ezen, igen, Gyurka bácsi még ott volt az alakuló közgyűlésen, és ezért sajnálom nagyon, hogy az a VHS kazetta az kézen közön kölcsön adatot valakinek, mert ott még ő megszólalt, és nagyon okos dolgokat mondott nekünk, bár akkor már 83. évében volt. 89-ben mi volt? Zeiss távcsövek voltak, a csúcs minőség. Kicsit akkoriban ugye ez az NDK-beli Zeiss volt, kicsit akkoriban lenéztük talán ezeket a műszereket, bár azért aránytalanul drágák voltak, mert hát az ember ugye a szabad világ felé áhítozott. Azt azért nem tudtuk, hogy a Celestron az olyan borzasztóan rosszul van megcsinálva, mint amennyire jó marketingje. Tehát ma már ezek a régi Zeiss távcsövek, bizonyos optikák és bizonyos tubusok iszonyatosan sok pénzért mennek el. Tehát ezek egy nagyon jól megcsinált szerkezetek voltak. Csak hát kicsik. Itt éppen Iskom Jóska nap észlelést folytat. De nem úgy. Tehát ez a napprizma, amit ott látunk a távcső végén, ez nem úgy volt, hogy bementem a boltba, aztán vettem magamnak egy vödörrel, hanem mindenfajta haveri, meg baráti, meg egyéb cserebere kapcsolatok révén nagy nehezen hónapok alatt sikerült összeszerelni egyet. És akkor egy példa már elkészült nagyon nagy sorozatban. Ráktanyán vagyunk, az akkori távcsöves sokadalom, hát ezek közül néhány távcsövet ma már megmosolygunk, néhányat megsüvegelünk. Legutóbb például egy nagyon szép állapotú telemátort láthattunk a tarjáni észlelőréten, és akkor az már tényleg egy ilyen retro távcsőnek minősült, ami mondjuk lehet, hogy a eBay-en mondjuk 801 millió forint körül is akár elmehet, mert irreálisan felmentek az NDK-beli Zeiss árak. Hát azért, mert megszűnt a távcső, az amatőr távcső gyártás a németeknél. Itt éppen egy 80x840-es refraktornak járunk a csodájára. Hát a mechanika az gyári, Zeiss telemátor, hát a cső az már maszek készítésű. Érdekes módon a Zeiss-jék a 80x840-es, meg 80x1002-es távcsöveikhez a 80-as években már nem kínáltak kész gyári tubust. 63x80-esek voltak, 100x1000-esek voltak, meg volt a jó kis meniszkász, de ezeket a lencséket még barkácsoltuk bele a csőbe. Kurin György az egy nagyon fontos alakja volt a mozgalmunknak 89-ben, amikor annyi minden változott meg a világunkban,
hagyott itt minket. Ez a Kulin ház nagy szalontán, ez egy éve később készült ez a felvétel, hát eléggé borzasztó állapotban van, ezt elmondhatjuk. Hát a Dacia az utal arra, hogy melyik országban lehetünk. Yeah. És hát azóta, nem sokkal később, itt egy jó magasan egy emléktábla is helyet kapott ezen a házon, és azért került ilyen magasra, hogy nehogy a helyben egy románság esetleg leverje egy vascsővel mérgében. És nem is volt egy nagy tábla, nem is, még most is megvan sértetlenül. Tehát akkoriban még énekre kellett odafigyelni és vigyázni. Ma meg, hogyha elmegyünk nagy szalontára, akkor gyönyörűen helyre van állítva az egész. És most már így van, Kulin György utcában lehet sétálni. Nagyon szép szoborpark van, a város szülöttei békességben megvannak, Arany János, Zilahi Kulin, Sinka. Szóval sokat változott a világ, és ilyen szempontból az erőnyire változott. Most az emléktáblát pedig a magyarországi amatőrök gyűjtötték össze, és aztán ott helyben készítették el. 90-ben aztán átszakadtak a határok, és Erdélyből is jöttek át amatőrtársaink. Hát ezt a két srácot már nem tudom néven nevezni, de ez a süvölvény itt Csukás Matyi, ez itt Kósakis Attila, ez pedig Molnár Zoli. Torda, Nagyszalonta. Ő most már Székelyföldre ment át, távozott el. Nagyon nagy dolog volt akkor, hogy végre átjöttek hozzánk. 91-ben beköszöntött a Sarkifény, 1991. november 7-én, a Vörös novemberben. És akkor már hála Istennek, már lehetett ezen is poénkodni, hogy Vörös november, és akkor már nem voltak bent a orosz csapatok. És ez pár év alatt változott meg, és fordult egészen át mássá. Ugyanakkor a 90-es évek az valóban az égkopnak az évtizede volt a magyar amatőr mozgalomban. Nagy előnyünk volt, akkor 20 évvel fiatalabbak voltunk, meg tele voltunk még, sokkal inkább tele voltunk lelkesedéssel, mint manapság. De hát abban az évtizedben összesen 2 darab bemutató csillagvizsgáló, vagy egyáltalán csillagvizsgáló épült 10 év alatt. Ez pedig a harmadik, ami végül is torzóvá alakult át. Csupa vasból készült, ugye a tápjómenti amatőröknek volt egy ilyen elvetélt kísérletük, hogy egy 60 centis óriás tárcsövet hozzanak össze, és kupola is ilyen hegesztett vastemezőkből volt összerakva, meg a maga az épület is kazánlemezből lett össze hegesztve, tehát egy ilyen vernész ornyeteg volt ez az egész alkotás. Hát ez olyan kezdeményezés volt, amiből végül is nem lett semmi. Csak egy csomó energia fecsérlődött. Ez nagyon nagy dolog volt, amikor 92-ben a Szitkai Gábor kiment Németországba, már nem mind diszidens, hanem rendes munkavállalóként, és akkor összegürcölt magának egy ilyen 44,5 cm-es amerikai gyártású Dobsont. Borzasztó silány papírcső, ilyen funérlemez, hokedli-szerűség, egylábú segédtükör tartó, hallatlan primitív, a fókuszálója, justírozása, az teljesen katasztrofális, de rengeteg fény gyűjtött össze, igaz, hogy sose adott teljesen jó képet, és nagyon sokak számára jelentett hatalmas életre szóló élményt. Az, hogy Sárnyszky Krisztián most ott van, ahol van, ott tart, ahol tart, vagy Kis László ott tart, ahol tart, az nagyon nagy mértékben köszönhető ennek a társadalmának is, vagy Bakos Gáspár, akit még szintén lehet nevezni. Ezek a mostani csillagász generációnak a legkiválóbb tagjai. Nálunk kezdték, és bizonyos vagyok benne, hogy rendkívül sokat adtak nekik ezek az éjszakák, amit ezzel a nagy fénygyűjtő vödörrel tölthettek. Ez valóban csodájára jártak, hogy úristen, ekkora távcső létezhet egyáltalán. 92-es táborunk Ráktonyán az már jóval népesebb volt, már több mint 120-an voltunk a kéthetes időszakban, akkor még annyira ráértünk, hogy 2 hét volt egy ilyen táborozási időszak. 1 hét ifjúsági, 1 hét öregségi tábor. Tehát az idősebbek, idősebb generáció egymás mellett. És hát alig-alig láttunk távcsöveket, igaz? Az is nagyon érdekes.
amit látunk. És itt az évtizednek a nagy beruházása a szegedi csillagvizsgáló volt, amiben egy Odesszából származó 40 centis kasszegrén távcsövet állítottak be. Annak is nagyon egzotikus volt a beszerzési útja és a módja. Néhány személyi számítógépért cserébe kapta az egyetem ezt, cserébe ezt a hatalmas, tulajdonképpen hatalmas távcsövet, ahhoz képest csak pár PC-be került. Ugye az egész akkori időszaknak a gazdasági sötétségére jellemző az, hogy milyen hihetetlen és irreális arányok voltak. Még itt a szocialista tömbön belül is, vagy a frissen levedett szocialista tömbön belül. 92-ben avatták fel a szegedi csillagvizsgálatot, és nagyon sokáig az ilyen, még most is MCE bázisként funkcionál, hiszen 94-ben létrejött az MCE-nek a helyi csoportja, és hát ki volt mögötte? Kis László, aki nagyon sok időt és energiát bele fektetett a helyi amatőr életnek a pesgésébe, a bemutatásokba. Pontosan annyit, mint most hivatásos csillagászként mondjuk a szakma csúcsán. Látogatásunk Szegedre. Hát ez egy ilyen hosszú expozíciójú felvétel. Hát akkoriban még nem volt Photoshop, meg nem voltak digitális kamerák, tehát nyugodtan lehetett mondjuk egy órát is exponálni. Az ember elkezdett exponálni, aztán hazament. És hogyha mondjuk még reggel nem világos, nem sütött ki a nap az expozíció közben, akkor még ilyen eredménye is lehetett a munkálkodásának. Tehát nem volt semmifajta hukusz-pokusz, csak egyszerűen gyűlt a fény. Itt éppen Kis Lászlót láthatjuk, amint távcsővel nagyon nagy lelkesedéssel észlel. Tehát ez a massza, ez itt Kis Lacinak a háta. Így. Hát lehet látni, hogy 5 darab különféle változót észlelt ebben az időszakban. Ez már a mi fiatalságunk, vagy középfiatalságunk szintén. Az ágasvári táboroknak az egyik előadó termét láthatjuk, amikor a 94-es forróság elől lemenekültünk a Csörgőpatakba, és ott az árnyékban vízparton ücsörögve hallgattuk Bakos Gáspárnak a mélyigészlésre szóló előadásait. Nagyon jól megvoltunk számítógép nélkül, érdekes mondom, projektor sem volt. Pusztán csak az élő szó hatott. Fantasztikus. Manapság lehet ilyen előadást tartani, hogy nincs itt a mankó az embernél? A 100.000 forintos PC, a 150.000 forintos projektor, és az egész persze megy még ki a nagyvilágba, hogy minél többen láthassák. De akkor ugyanakkor valami meg elveszett, ami ott volt a Csörgőpatak völgyében. A korszak nagy teljesítményű távcső, a Csatlós Gézának a csodálatos 25 centis műszeres, saját készítésű távcső. Itt lehet látni Géza bácsit. A Hármashatár-hegyen vagyunk éppen, és ezt a képet azt hiszem sokszor, és sokféleképpen láthattátok feldolgozva. Éppen a évtizednek a legfontosabb eseményét nézzük, a Jupiterbe való becsapódás sorozatot. Tehát a Schumacher lévő üstökös becsapódásainak a nyomát figyeljük éppen, ami a legfantasztikusabb esemény volt szerintem az MCE történetében. 94. július. Hát ez egy dunai városi bemutató. Ugye mondhatjuk azt, hogy nagyon sok tömeges bemutatót tartottunk ebben az időszakban, hogy vigyék közelebb az emberekhez a csillagászatot, de igazából 2009 óta futott fel ez úgy olyan mértékben, hogy azt manapság is láthatjuk, hogy több tucat helyszínen vagyunk kint egy-egy nagy szabadtéri megmozduláson. Itt éppen a dunai városi csoportunk mutogatja az égbolt csodai fűnek fának. Itt a szegedi csoport 2012-ben a Vénusz átvonulást nézi nagy lelkesedésre, és hát a Sánta Gábor arc kifejezésén lehet látni, hogy sikeres is a kivonulás. Itt pedig a gyerekek ölik egymást a Polaris kupolájában, hogy szabad szemmel távcsönik, ő kiveszi észre a Vénusz vajon. Tudjuk, hogy ki látja. Ez a kislány itt, ő már látja, hát ő nem fogja látni, el van nyomva. Hát ő nem is tudja, merre kell nézni, ez a srác mindjárt észre fogja venni. Ez a kislány pedig, hogyha a másiknak a gyilkolását abba hagyja, akkor talán meg fogja nézni. Itt vagyunk a Polarisban, fiatalok, idősebbek, egy kupacban. Hát az öreg versenyzők
öreg motorosok közül, sőt öreg kerékpáros Papsanyi, Vaskúti Gyuri, hát Keresztúri Ákos is most már a középgenerációhoz tartozik. Molnár Pétert láthatjuk, Kis Tacitit láthatjuk, már két utánpótlás, Stikkel Jani, és a fiatalabb, hát számunkra fiatalabb generáció, Sklenár, Tamás, Hanák Judit, Gyöngyös Janna Mari. Tehát azért vagyogatunk, ez éppen egy kettős észlelő találkozója. A közgyűlések valamikor a 90-es években főleg nagy társadalmi eseménynek számítottak, hát ilyen 100 fő alatt már nem is voltak közgyűlések. No, nem azért, mert akkoriban annyira nagy volt a közügyek iránti érdeklődés, tehát milyen jó dolog szavazni, meg a lapszabályt módosítani, meg mindenféle hasznos beterjesztéseket elfogadni, és mindezt nagyon szépen adminisztrálni, hanem mert nem voltak távcsőboltok. Viszont voltak távcsőbazárok, ahol mindenféle dolgokat lehetett adni-venni, hát az akkori kornak megfelelő kínálattal és kereslettel persze. Hát ez a helyzet a 2000-es évek közepétől eléggé megváltozott. Ez a fajta csillagászati bolhapiac a közgyűléseken legalábbis megszűnt. 98-as nagy ágasvári tábor, hát az ágasváriak közül ez volt a legnagyobb létszámú. Itt áll Peckesen a híres Starfire apokromát, a 155 mm-es szikkai féle refraktor, ami tényleg egy 10 éven keresztül csodájára jártunk, mert az egy akkor ritkaságnak számított. Egy másik nagy esemény az életünkben, mindennyiunk életében az 1999-es teljes napfogyatkozás. Hát ez a kép ez valószínűleg nem fejezi ki teljes egészében a napfogyatkozásnak a nagyszerűségét. Itt most éppen azt láthatjuk, hogy a szegedi egyetemisták a napfogyatkozás sötétségét konzervdobozokban próbálják elsúzni az arra érdemes vásárlóknak. Nekem is van egy ilyen konzervdobozom. Hát benne van az, hogy mennyi a nitrogén, meg az oxigén tartalma, milyen fajta szennyezőanyagok lehetnek benne, meg az is, hogy felbontás után elveszti a szavatosságát. Nagyon kedves pillanat, hogy a helyi megyei lap viszont ezt a tevékenységet kipellengérezte, mint súlyosan üldözendő üzleti tevékenységet. Nyilván az extra profitot sajnálták a srácoktól, miközben hát azért volt kis olajszőkítő tevékenység is az országban, abban az időszakban, ami egy-két nagyságrendel talán nagyobb kárt okozott, mint ez a nyilvánvalóan átverés. Ez a kép is átverés, mert a gyerekek valójában nem láttak semmit, mert teljesen borult volt az ég, egy napfogyatkozást néztek, beállított felvételről. Ja, szóval. Igen. Hát ugye árnyékot sehol nem látni. Igen. 1995, még mindig Rákfenyán vagyunk, és akkor a Metor 95 észlőtábornak a csoportképét láthatjuk. Sokkal többen voltunk, csak hát nagyon nehéz az embereket összeterelni egy ilyen tábori csoportképre. Manapság sokkal jobb határfokkal működünk, mert jó nagy az észlőlét, és nem lehet elbújni. És akkor említettem a közgyűléseinket, hát kicsit gyenge képek ezek, legalábbis az a méret. Hát egészen 2005-ös közgyűlésig nem csináltunk közgyűlési csoportképeket. Bármilyen szomorú ez a hír. Tehát úgy kimaradtak közgyűlések csoportkép nélkül. Ez a 95-ös csoportkép Fehérváron készült. 97-es Baján. 97-es, tehát még egy év, 10 évre hozzá kell adni. Tehát 2008-as Klebersberg, Kultúrkúria, 9-ben nem készült, 2010-es Klebersberg Kultúrkúriában, és hát ezen még kevesebben vagyunk, látszok, de azért voltunk elegen. Hát itt éppen a Aurélt ünnepeljük. Ponnori török Aurél éppen abban az évben volt 90 éves. Ugyan jól mondom. Tavalyi kultúrkúriás felvétel, hát kicsit vidámabb háttérrel, mert dobjuk fel magunkat. És az idei csoportkép a Gellért, Szent Gellért téren a nagy kút szobornál, vagy kút kompozíciónál vagyunk. Hát, hogyha lenne egy időképünk, lehetne látni, hogy hogyan örökszik a társaság, és hogyan tűnnek el a fiatalok a közgyűlésekről.
Ja, ezt nem akartam még, mert hát ugye nem egy vidám helyi közgyűlés, lásd országgyűlési közvetítések. Tulajdonképpen ennek az analógiá Magyarország kicsiben, ugye nekünk is vannak kötelező megszavazni valóink, meg egy feladataink, csak szerencsére hang nem az valamivel kultúráltabb, mint ott a nagy kupolás épületben. Ugye ilyenkor, hogy az ember megkérdezi, hogy de hát hol vannak a fiatalok? Hát a fiatalok itt vannak, csak mi most már ugye kimentünk abból a korosztályból, és a fiatalok meg nem nagyon keresik az öregeknek a bandáját. Én, amikor fiatal voltam, én sem nagyon fordultam elő a jóval idősebb korosztálynak a rendezvényein. Hát megvannak a saját köreik, megvannak a saját előfordulási helyik. Például nagyon elfesztiválosodott a mai világ. Tehát a lazítás, a sziget feeling, amit így lehetne összefoglalni, azért eléggé dominál. Tehát nyilván minden generáció ezt hallja az idősebbektől, de szerintem túl sok a feeling manapság. Munkából viszont van bőven. Ugye civil szervezet vagyunk, és nagyon sok olyan munkát kell csinálni, ami egyszerűen nem szeretem munka, ami nem csillagászati munka, viszont például el kell juttatni valahogy az emberekhez, a tagokhoz is a kiadványainkat. Hát ez így az évi több tucat ilyen autós fordulóból az egyik ilyen jelenet, tavaly decemberben. Néhány zsák évkönyv, néhány zsák marskönyv, és akkor belekerült a terjesztésbe. Időnként folyamatosan rozsdásodik és öregszik a kupolánk, hát ezt is le kell festeni alkalmasint itt Hanvai Antal barátunk. Éppen aggódtam nagyon, hogy nehogy lehessen. Éppen a kupolának a külső festését végzi az elmúlt év őszén. Vagy időnként esik a hó, ezt valahogy el kell lapátolni, el kell innen tüntetni. Hát ez se egy olyan nagyon szép feladat, amire mondjuk tömegek kezei emelkednének. Hát ezt meg kell csinálni. Ilyen egyesületnél általában az szokott lenni, hogy van egy X fős tagság, és akkor annak nagyjából az egy tizedét lehet mozgósítani rendszeresen ilyenfajta közösségi munkákra. A gyárda csillagászatnak egy jellegzetes jelenetét láthatjuk itt. A elmúlt év őszén, szeptemberben volt egy Tudományhíd nevű rendezvény itt a most már Széchenyi térnek hívják ezt a teret, éppen itt a nap bemutatás folyik. Itt most nagyon kevés látogatót vagy érdeklődőt láthatunk, de hát itt több ezer ember megfordult a nap folyamán. De Molnár Péter végzi a nap bemutatást. Hát hol vannak akkor az emberek? Egy kicsit átalakult a társadalom. Ugye? Fotolag említettem, hogy még nem volt számítógép a Csörgőpatak völgyében, nem is nagyon hiányoltuk. Meg sok minden más ilyen kütyű, ami az embereknek a szinte kötelező tartozékává váltak, azok még egyszerűen nem léteztek. Egy teljesen más közeg volt, más társadalom volt. Amit most ugye a csúcsra gazdagodó ennek a mai világnak, az a Facebook, ami átformálja az embereket, tehát szinte átformálja a társadalmat. Ez egymáshoz való viszont és az egymáshoz való kapcsolatot szinte új platformra helyezi, vagy pedig nem. Ennek láthatjuk most az egyik oldalát, a poláris csillagvizsgáló tartózkodik most éppen fent a Facebookon, ez egy friss állapot. Ugye sokszor lehet azt hallani, hogy és akkor még ez a program, ez és ez a vállalkozás még a Facebookon is fent van, mintha ez egy újabb fajta ilyen nirvánaszerű közeget jelentene, aminél aztán már nincsen magasztosabb dolog, mint fent lenne a Facebookon. Hát a Facebook az egy eléggé érdekes dolog. Ugye a Polaris már több mint 3 év létezik fent a Facebookon, nem mint oldal, hanem ki a fene tudta még akkor, hogy hogyan fog alakulni a Facebooknak a struktúrája, meg egyáltalán népszerűsége, hanem mint személy van fent a Polaris csillagvizsgáló. Ez szabályellenes egyébként, ami most már ugye át lett alakítva szerintem épp önkényesen a tulajdonosok által. De a Polaris csillagvizsgáló jelenleg 34 éves és nőnemű. Ugyanis, hát hogyha hajók ugye az angolban legalábbis nőneműek, akkor a csillagvizsgálóknak is kéne valamilyen nemet adni, akkor már legyen inkább nő, mint férfi. Ennek megfelelően nőknek
felkínált hirdetéseket kap a Polaris a ingyenes jelenlétért. Csodás ékszercsodák. Bon Jovi Bécsben, nem tudom, az valami 34 éves nők körében népszerű dolog. 11 ok, amire jó a tojás héj. Én már nem vagyok fent a Facebookon, mert egyszerűen ezt a információ áradatot már meguntam, ami rám árad. Hát én 55 éves férfiként egészen más jellegű reklámokat kaptam. Inkább a lúttalp és az aranyér volt abban. Tehát, igen. Tehát a nagyfene ingyenességet, azt, ami személyes adatunk kiszolgált, önkéntes kiszolgáltatásával fizetjük meg. Másrészt egy teljesen hamis világot kapunk, mert ebben a szép, csodálatos Facebook világban minden csak szép lehet, és harmonikus, és lájkolható. Múlt évben meghalt egy csillagász kolléga, egy ismert és népszerű csillagász kolléga, és a híradást lájkolták emberek. Most örülsz, hogy meghalt, vagy mi? És akkor jött a magyarázatás, hogy tulajdonképpen ezzel azt fejezte ki, hogy ő ezt nem lájkolja. Hát akkor ez milyen világ ez? Ez olyan világ, ami a tulajdonosi körnek hozza be a pénzt. Mert nem kapsz negatív ingereket, nem diszlájkolhatnak. Legfeljebb a lájkolás alatt lehet egy megjegyzés, ez valójában nem lájkolás, hanem utállak. Csak hát kicsit bonyolultabb, de hát addig is, amíg magyaráz, hogy a Derik Fenst fent van a Facebookon, és exponálódik az ilyen hirdetések által. Tehát jön be a tudatalattaiában, hogy neki 11 félre tojás, mit tudom, mit kell. Tehát ez egy érdekes világ, és hát szerintem ennél még csak rosszabb lesz. Készüljünk fel a lehető legrosszabbra. De hát nagyon sokan ott vannak, és láthatóan élvezik, és ezt a közösségi felületet valódi közösségként élik meg. Ugye hát előtte van egy ilyen virtuális közösség című, tehát a virtuális előttek az azt jelenti, hogy nem valódi. Tehát most itt össze-vissza makogunk, meg csak tapogatok és szurkálódok a ködbe, de ez egy nagyon érdekes ellenfele az igazi közösségeknek, amikor például van olyan MC helyi csoport, amik azt mondja, hogy hát tulajdonképpen, hogyha nem tudunk összejönni, akkor alakuljunk át Facebook csoporttá. Hát ez mégiscsak ezek milyen táblatok? Mi fog ebből kijönni? Milyen valódi, igazi, közösségi, kézzelfogható eseményérték? Egy Facebook csoport nem fog a fényszennyezés ellen semmifajta törvényt elérni és kiharcolni. Nem fog szervert bérelni, és nem fog semmifajta találkozót megszervezni. Megnézzük azt, hogy a csillagászatnapi bemutatók között milyen szervező erő van, hát azok mind MCS, hagyományos e-mailes, levelezőlistás toborzásokból jöttek össze. Hát ebben a Facebook csak egy maximum desszertként, egy nagyon rossz hatásfokú desszertként tud fűbe harapni, labdába rúgni. Facebookon egy több ezer ember egy időpontban megjelenik. Igen, csak a hatásfoka az olyan, hogy meghívok ezer embert, és itt van 10. Lehet, hogy nekik megy a jogázás. Én a saját 3 éves tapasztalatában tudom mondani, hogy legalábbis eklektikus a kép. Tehát 2 év ezelőtt például nagyon jó hatásfokkal lehetett még ide szervezni embereket Facebook esemény meghívó révén, most meg teljesen mindegy. Végig lehet kattingatni az 1005 darab Polaris ismerőst, és akkor ugyanannyi ember jön el, mint hogyha meg se hívjuk őket. Csak itt most ez alapján mondom, statisztikusan. Nyilván vannak egyedi különbségek, csak hát mondom, ez egy ilyen világ, és hát azt lehet még ugyanekkor tapasztalni, hogy a virtuális, tehát a nem létező valóságnak kéne a valóságos valóságot valahogy összehozni. Nyilván nem eleve ördögtől való a internetes virtuális világ, de ennek a megfelelő és hatékony használata az még számunkra, az MCS számára még nagyon messze van. De szerencsére nekünk van valóságos csillagvárosunk, ami szintén egy virtuális csillagváros, de ott legalább az MCS-hez közeli tagok tartózkodnak, és hát rengeteg honlap és rengeteg egyéb internetes jelenlétünk van, ami hát a Facebookhoz képest egy digitális tencél, de viszont ezerszer jobbnak tűnik a hatásfoka. Tehát a lényeg az, hogy az embereket behozni és a valóságos
milyen borzasztó, hogy elé kell tenni a valóságos valóságba, be kell őket hozni, és akár gatyaszám szerint személyre szólóan is foglalkozni velük. Mint ahogy például ezzel a fiatal társasággal, akik most éppen az országgyűlésnek a dísztépcsőjén állnak, ezek közül hárman Polaris szakkörösök, két srácot pedig már nagyon régóta ismerünk, visszatérő vendégei az általunk meghirdetett vetélkedőknek. Hát őket most éppen kitüntette Balogh Zoltán miniszter úr, mert hogy szépen szerepeltek a riói diák, csillagászati diák olimpián. Egyébként valóban egy nagy kérdés az, hogy hogyan fog a következő 26 évünk alakulni, hogyan sikerül a internet által kínált lehetőségek szerint minél jobban kihasználni, és a nem létező valóságot valóságos valósággá formálni. Szerintem ez az utolsó képem. Nem, még egy virtuális képen van. Éppen folyik az MCE szerveren futó honlap tömegeknek a migrálása. Egy teljesen új rendszerbe fogunk áttérni. Ennek során némi honlap kinézeti reformok is vannak folyamatban. Ez itt az MCE-nek a nagyjából így fog kinézni majd az új honlapja, hogyha valamikor május közepén ránéztek. A jelenleginél sokkal szellősebb, sokkal hatékonyabb és sokkal mondhatom azt, hogy sallagmentesebb honlapokat szeretnénk mind az MCE honlapcsaládban, mind pedig a csillagászat.hu honlapcsaládban kínálni az érdeklődőknek. Remélem, hogy a technika újítások majd a látogatottságot és a tartalmi újítást is majd maguk után fogják vonni. Ezen dolgozunk, és köszönöm, hogy meghallgattatok.